Sziasztok! Üdv mindenkinek! Újra megérkeztünk, és mivel kint szakadatlanul szakad az eső, gondoltam, folytatjuk itt gyorsan hirtelen a NAC, Breda és Bőven Fán Dolgon pályafutását, ami rögtön egy rossz hírrel kezdődik, hiszen 5 nappal a Nets elleni összecsapás előtt Luciano Narsing, a jobb szélső középpályásunk lesérült, 5-7 kötőjel 2 hónapig biztosan, egy bokasérülés, egy 5-6 hétig kezeli majd a doktore, és akkor úgy jó lesz. Hát ez kellemetlen. Ez beszéljünk vele. Szuper a morálja. Koncentrálj. De hát azt mondja, hogy sokkal boldogabb lenne, hogyha nem sérült volna le. Hát ez nyilván mindannyian így vagyunk, ha akár az ember lesérül, akár lát valakit lesérülni. És csak annyit szeretett volna mondani a mester, hogy hát nagy veszteség a csapatnak. És ott ugye egészen jó lett a morálja, ami visszaesés a szuper moráról, és hagyja békén meggyógyulni. Ennyit mondott Luciano Narsing. Ugye a taktikában ő így szerepelne, Elson Hoy, illetve Otman Buside mellett, még a jobb szélen, de most már kikerül a cserepadról. És így ugye Develó Cecília lenne ott még, de ő kölcsönben van, úgyhogy emiatt végül is show után akár be is ugorhat ide, és akkor lesz jobboldali védőnk is cserébe, illetve jobboldali középpályásnak is bevethető. Szomorú hír ugyan, szerencse, hogy van pótlása. Amennyiben nem lett volna elég Narsing sérülése, úgy most Nick Venema is lesérült, neki csak 2-4 nap kihagyása lesz, viszont ez pont elegendő arra, hogy az egy nap múlva esedékes Nets elleni mérkőzésre ne tudjon kiállni. A fene a dolgát. Itt is vagyunk tehát a mérkőzés napján NEC, ahogy a Nijmegeni Egyesület a NAC Breda ellen. Egy esős késő esti meccsen, 3-9-kor kezdünk. Majdnem telt ház előtt, 12.266 néző vásárolt jegyet erre a meccsre, hogy a helyszínen tekinthesse meg az összecsapást. Az ellenfelünk 5 meccsből 4-et elveszített, mi 2-t azért nyertünk és 1-et x-re hoztunk. Történelmünk szerint 1-1 a győztes-vesztes mérkőzések aránya, és hát a két nagynevű sérültünk, Pelé van Aanholt és Luciano Narsing. Nick Venema pedig kétesélyes, azt írták, hogy akár jó is lehet, de hát ott a kis pluszjel a neve mellett. Injured még nem tért vissza a teljes tréningezésbe, úgyhogy nem ő lesz a kezdő, hanem Duic. És nem is ül le a padra, hanem Aminu Mohamed lesz az, aki ott fog ülni cserecsatárként. Ez így lesz remek. Ő is inkább a bal oldalon szeret játszani, de mivel Van Hooydonk is, ezért ott így leszünk, és kész. Itt van némi probléma, itt a támadó középpelsőjén valószínűleg túl nagy a hely, ugye, a kettők között, de hát ez nem tud mit tenni, hát oda be kell játszani a labdákat, és kész. Úgyhogy így megyünk neki a meccsnek, Lamley marad a kapuban, Backboard, Schaefer, Robinson és Madsen a védősor, Duarte, Bernabé, Buside, Braff a középpálya, Duic és Van Hooydonk pedig a csatárok. Lássuk, mire vagyunk képesek. Kezdődjünk tehát az összecsapás. Piros-fehér-zöldben a Nets, sárga-feketében szokásos mezőnkben pedig mi. Van Roy bedobása. Merkel beadja, Okita a fejei fölé. Odentál szabadrugása, előre passzol.
Megmentjük a labdát magunknak, Bráv irgalmatlan tempóval keresztül rohan a pályán, leadja Buszájnak a szélen. Buszáj két ember mögül is beadja, Bernabé Duarte lő mellé. Oldalhálót talált, de az sajnos nem gól. Schäfer szedi le az előrúgott labdát, szokás szerint, most már ezt mondhatom, hátraadja Lamlinak a kapuba. Ott mehetett volna Bráv, de csak most kapja. Nem jut el hozzá, pedig a meglátás jó volt. Van Roy, F. Morfidis, de jó neve van. Van Roy, Merkel, Szabak, Cikita bőre, Cikita, oldalháló. Most már nekik is van egy oldalhálós lövésük. Lássuk a mi bedobásunkat. Duic, Okita, előre rúgja, lőre. Nem lenne szabad hagyni, kíséri Séfe, nagyon szépen. A többiek elengedik a támadókat, Okita. Le tudja adni, óriási védés Lamlitól. Ezt kipasszolgatták rendesen. Mika a szöglettel, Van Hooydonk fejeri ki, Buszáj. Indítja saját magát, rárabog, ez az, így kell. Ott a szabad terület, de nem mutatja a játék, mi történt, úgyhogy bedobás. Buszáj, Duic, Szabak ér oda, Buszáj beadja, Morfidis, F. Morfidis ráadásul. Micsoda nevek vannak itt, Schäfer füleli le az indítást, újfent, Duarte, Buszáj, inkább rálövi. Hogy miért, azt csak ő tudja. Ez volt a félidő utolsó mozzanat ebben az elsős időben, erre futotta. 7 lövés, abból 4 ment kapura, de egyik sem gól, tehát 0-0. Induljon tehát a második félidő, miután a mester leteremtette a srácokat a félidőben, hogy ennél azért sokkal többre van szükség ezen a mérkőzésen. Egy kicsit feltüzelve léptek pályára, reméljük, hogy ez hasznos lesz. Kvida ki a szélre F. Morfidisnek. Vissza Merkelhez. Mika körbefutja az emberét, Merkel, bőrének beadja, F. Morfidis, szép védés, védekezés inkább, bocsánat, Robinson pedig kivágja szögletre, hogy legyen egy kis időnk felkészülni Mika labdájára, Robinson ki is fejeli, az jó nagy kapufa volt, a mindenségét neki, a mester ezt látván inkább taktikai változtatásokhoz folyamodik. Mégpedig az izguló Vince Duic helyére érkezik Aminu Mohamed, aki reméljük nem fog izgulni. Jelen esetben talán, mivel Bráv nem tud annyira megindulni az esőben, az ő helyén Ilić tapasztalata talán segíthet, úgyhogy ezúttal Aminu Mohamed és Luka Ilić érkeznek a pályára. A mester azt mondja, hogy bennük van minden bizodalmunk, Luka Ilić ettől boldog lett, Aminu Mohamed nem volt annyira kedvében, ahogy beszédes legyen. Bőre, Szabak. Jó volt a blokk kétszer is, harmadjára pedig már előtten a próbálkozás, Lamli kezében halt el a lövés. Ez így nem jó. Lamli kiúrítása után Schäfer passzol Duartéhoz. Keresztlabda Bernabénak, kiment a szélre, úgyis van, friss Ilić. Ilić, Julivel be, és fölé tolja Wolfs. Duarte szöglete. Mohamedig jut el, Duarte ismét beível, ismét Wolfs. 9 lövésünk ment kapura, vagy fejesünk bármi is. Itt van Buszájt vissza, Buszájt visszakapja, Van Hooydonk leadja Duarte-nek, Duarte ismét Wolfs. Hihetetlen. Nem. 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 Mi volt ez? Nem. Ne. Ne. Robinson rárúgja a kapufára a gólvonalról, és onnan becsorog. Igen, van. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el.
És ha már góra gól, akkor a szöglet utáni kavaradásból Bagbor nem tisztáz, ezért simán begurítják Lamli mellett a kapuba, 2-0 oda. 3 perc a hosszabbítás, Lamli kigurítása, Robinson, Madsen, hát a túloldalra ez rossz, Tahiri szedi le, lefut a védők mögé, Lamli. Szabák. Átívelt a túloldalra Udentál érkezett, ő leadja Tahirinek, kétszer is megpróbálta átlőni Bernabé testén, de nem sikerült neki. Iricset pedig lefutja a mérkőzés eleje óta szereplő Merkel, akinek ez a 92. perce a játékban, Iricsnek körülbelül a 30. Na de mindegy is, ez Duarte füleli le a keresztpaszt, és teszi ki a szélre Van Hooydonkhoz. Van Hooydonk megpróbálja beadni, de ez sem sikerül, nem futunk rá a labdára, ott hagyjuk F. Morfirisnek, aki indítja Terhár Romanit, miközben a védelem sehol sincs. 3-0. Les volt-e? Természetesen nem. Schäfer kifejeli. Már 95. percben jártunk, amikor 3 perc hosszabbítást lefújta a mérkőzést vezető úriember. Ez amolyan esik games-es játék volt. 74 percig pariban voltunk, rommá lőttük a kapujukat, majd a gólvonalról tisztázni próbáló Sam Robinson belerúgja a labdát a kapufába, az begurul gólvonalon túlra, és onnantól szétesik az egész csapat, és vége mindennek, és kapunk még 2. Így áll a táblázat, 12. helyre csúsztunk ezzel vissza, mögöttünk álló csapatok már mind lejátszották a meccséket, szóval ennél lejjebb legalább nem fogunk esni, de ez valami szörnyű. Tehát itt kéne lennünk fönt a top 10-ben, mert meg kellett volna vernünk a Nets csapatát, akinek ez volt az első és mindez idáig egyetlen győzelme a szezonban. Ez hihetetlen. Imhol tehát a mérkőzés napja. Csak eltelt ez a 2 hét. A 13. helyezett Nats Breda csapata a 8. helyezett Vitesse csapatát fogadja. A mai napon még játszik a Feyenoord a Netz ellen, a Villamtől az Utrechten és az Emmen a Heerenveen ellen. 6-4-hez, hogy mi nyerünk, vagyis mi vagyunk az esélyesebbek, annak ellenére, hogy 3 összecsapásunkból a Vitesse 2-t nyert, mi pedig csak 1-et. De hazai pályán játszunk 15.300 néző előtt, és hát... Bízunk abban, hogy a kicsit óvatosabb összeállítás az meghozza a várt sikert, hiszen visszatértünk az egycsatáros játékhoz. Lamli, Bagbor, Schäfer, Robinson és most Lehi kezd a bal hátvédposztján, Duarte és visszatér Kali a középpályára, Hoy, ugye OMC-ben csak is Dogen, Braaf és Van Hooydonk elől. Nacho nem annyira fit. De ha nem muszáj, akkor nem is állítjuk be. Kezdődjön tehát a mérkőzés. Hát ilyen, nem is tudom, rozsdabarna mérkőzés mezben. Az ellenfél, a Vitesse csapata, mi pedig a szokásos sárga-feketében futottunk ki a pályára. Lamli kirúgása, és egy szabad rúgása egészen pontosan, Schäferhez borított csupán. Az időközben besárgult backboard, Dogen. Átadja inkább hátra, rajta túl sok ember volt, Braafhoz kerül vissza ismét. Ő megindul a két ember között, rálövi, Lampu. Dogen szabadrúgása, jól közelíti meg a tömeget, de hát Van Hooydonk fejére mellé pattan. Szöglet, Hukli.
Robinson fejelte ki, Usama újra beíveli át a hosszú oldalra, Döki, és egy újabb szöglet. Ukiri, Duarte tisztáz ezúttal, Van Hooydonk lép vissza a labdáért, majd megindul a jobb szélen, becsapva ezzel a védelmet. Nem jön senki túlságosan segíteni, Ukiri most ott van, Duarte, Lampru, hát pedig már gólt látott mindenki, de Lampru kitolta egy szöglet, Duarte lőheti be. Van Hooydonk ismét fölé fejel, ezért Lampru jöhet kirúgással. Hög, Lampru, Teravest, De Witt, bocsánat. Clark kín a szélen, Ukiri indítja Buitinkot, keresztlabdát Robinson füleli le, Van Hooydonk indítaná a csatártársát, de hát közben rájön, hogy egy csatáros játékkal játszunk, és nincs ott senki. Braff szerezett labdát megint, Robinson át túloldalra, Elson Hoy megfirkálja a védőt, nem, Clark megszerzi tőle a labdát, de aztán Schaefer, hát ki más, Schaefer megint visszaszerzi nekünk, Kelly, Hoy beadhatná, de nem adja be. Lampru védi a lövést. És még csak a 18. percben vagyunk, egy újabb szöglet. Hög fejeli ki. Clark indul. Ezekkel a kontrákkal mindig bajban vagyunk szöglet után. Ezúttal Backboard odaér. Clark bedobása. Elson Hoy szerzi meg a labdát. Terület van előtte, fussunk, Elson, gyerünk. Nem kellett volna elveszíteni a labdát, de visszaszerzi Duarte, tovább passzolja Dogennek, Dogen Kalinak, Kali leteszi Van Hooydonknak, vissza Hoy, és les. És les. Már Van Hooydonk lesen volt. Ne passzolhassa be Schaefer mellett az emberünk csak úgy. Egy újabb kigurítás, Teravest, Hög, Lampru, Beró a jobb szélen, Usama, Kali szerzi meg a labdát, Van Hooydonk visszagurítja Duarte-nak, aki kinyitja Elson Hoyt. Hoy még egy kicsit gondolkodik, hogy mi is legyen. Kiviszi inkább a 16-os szélére és ott elveszíti. Ez rossz ötlet volt, maradjunk annyiban. Megint megkontráznak minket, Lambi védett hatalmasat. Elson Hoy mehet előre megint, most ne gondolkozzunk, most csak vigyed. Vigyed, aztán most add be. Hát Clark ért bele és így szöglet. Nem is került a beadás. Duarte. Jól írjeli be. De Witt fejeli ki. És megint indult a kontra. De ezen szerint most nem veszélyesen. Lamné is kigurít egyet. Schaeferig. Schaefer kiterni a szélre. A bal oldalt választja végül is. Braff. Vissza Kalinak, Kali tovább passzol. Igen, Duarte, Hoy. Érkezik Braff, Hooydonk, és ott a gól. Ugye nem lesz. Var. Természetesen lesz. Szihetetlen. Hög a labdával, Clark, Buitink. Gyerünk srácok, meg lehet ez a mérkőzés. De Witt, Buitink. Clark üresen, elküldte a hosszú sarok felé, nem találta el, mellé, kirúgás. Lamné. Schaefer. Backboardhoz passzol, előtte egy temérdek hely. Inkább Duarte-t választja. Duarte átadná a túloldalra, de elrontja a paszt. Beró. Usama. Egy az egyben a kapus mellett kapufa. És ott a felmentő sereg. Nagy szerencsékre, hiszen Lé már Lee volt az, az igen, Lee volt az, hogy visszaért. Ha nem ért volna vissza, az Aiden gond lett volna. Dogen, Van Hooydonk. Hatalmas keresztlabda Braffnak, Braff viszonozhatná ezt. Inkább beadja Lee, Braff, Kali, visszakapja Braff, és nem hiszem el. Lampru ezt is kivédi. Szerintem óriássá tesszük ezt a kapust, nem nagyjá, hanem óriássá. Duarte jön be a szöglettel, Van Hooydonk gyűjti be a túloldalon 16-oson kívül. Megpróbáljuk a rövid passzos játékot közben, míg Duarte a Van Hooydonk által kiharcolt szögletet
próbáltuk be durrantani. Robinson lő, ismét lámpróvéd. Elképesztő. És még egy szöglet. Hihetetlen, még történnek itt. Egyszerűen... És nem, Lamprou megint. Lamprou megint kivédte. Lamprou mindent véd. 7.5-ös osztályzata van már most. Fél idő 0-0. 10 lövés, 8 ment kapura. És Kostas Lamprou mind a 8-at kellett, hogy védje. Nem úgy ment kapura, hogy na hát kaput eltalált lövés, de semmi. Mind a 8-at védeni kellett. 0-0 tehát. Nőjön hát a második fél idő, mi kezdünk, az ellenfél cserélt. Reinder szerkezett be. Ezen tudom, kinek ment volna ez a passz, de mindegy is. Egy kis önbizalom, lője el. Ukiri beívelése a szabadrugásból, kifejeljük. Elzom Hojna, most mi indulhatunk meg? Van Hojdonk. Meg is indul, csodálatosan elviszi a labdát a védő mellett, és ott van Elzon, hogy a kipattanóval. Végre! 61. perc, lekontráztuk az ellenfelet. És bár az egy-egy elleni szituáció nem jött össze, itt ez a labda megtolás, ez gyönyörű. És itt ez nem jön be, de Elzon Hojnak az üres kapu az már nem jelent kihívást. 1-0 ide. Fú, végre. Végre sikerült egy gólt begyötörni. Schäfernek hátra. Schäfer visszaadná, de nem sikerült. Duarte. Gali. Ki a szélre Backbornnak. Nézik Navajo. Braff. És kapufára tolja. Hát ez hihetetlen, hogy ezt is kapufára tolja. Hát Braff annyira megérdemel már egy gólt. Backboard bedobása. Visszakapja, onnan beívelés. Nem megy. David. A labda útjába állt. Van Hojdon kiteszi Backboardnak, próbál meg újra srác. Elzon Hojdon gurítja le inkább. Van Hojdon ott a gól! 2-0. Ez az. Instant dupla. Most mi csináljuk a góra gólt? Ez kell a világnak. Backboard. Elgurítja két ember mögött, ha már így kijöttek. Elzon Hojdon beível. Van Hojdonk pedig fejjel. 2-0. Milyen les? Miről beszélsz? Hát ott áll mögötte. Ebben ennyi. Nincs les. Önféle les. Gyorsan kettős cseréhez folyamodik az ellenfél. Mi pedig csak támadunk tovább. Dogan a bedobás után visszapasszolja Léhez. Hátra Robinsonnak. Ez a hátra, ez olyan hátra, hogy most vagyunk a félpályánál. Schäfer vissza Braffnak. Egy érintőzünk az ellenfél tér felén. Kali, Robinson, Lee, Braff, csodás beadás. Duarte és Hol játszanak össze, Van Hojdon két emberen próbálta átlőni a labdát, ez most nem jött be. Harry Gong beadás után Lamy húzza le a labdát, indíthatná Elzon Hojt a jobb szélen. Nem vette észre, Schäfernek a kigurítás, Backboard. Elzon Hojhoz eljut a labda végül. Hárman mennek ki rá, ketten maradtak végül. Megszerzi a labdát az ellenfél, ez nem jó, Buiting, tök üresen maradt a bal oldalunk. És az ellenfél bal oldal, ami mi jobb oldalunk. Buitingről, és igen. Természetesen élete első gólját lőtt a fiatalember Yassin Ukibi a Vitesse színeiben. Itt nem tudom, mit csinált ez a két védő. Itt volt egy jó blokkunk, aztán Ukirinek már nem volt nehéz dolga. 2-1. Úgyhogy érkeznek a frissítések. Munir Elalucsi lesz az, aki beáll. 11-es számon a hátán. És támogatja itt a középen induló akciókat. És motiválni is sikerült a játékost. Úgyhogy bízunk benne, hogy oda teszi majd magát. Hilary Gong. Lamy véd. Hatalmas bravúr ismét. És már még az önbizalma is visszatért ettől a védéstől. Schäfer felé ki Dogan.
röviden, túlságosan röviden fennhajdanak, akinek így vissza kell passzolni, és hogy az ellenfél visszaér, vagy nem. Bráv, bráv! Mert lövi a kapusba. De kár érte. De nagy kár érte, pedig mint említettem volt bráv, már nagyon megérdemelne egy gólt. Ottmán Buszájda frissen beállt, úriember végzi el a bedobást. Mi történt? Buszájd le sem volt, amikor visszakapta a labdát a bedobás után. Az szép. Brutális időhúzást fogunk véghez vinni. Dogan megkapta első sárga lapját, Hillary Gong szabadrúgása érkezik. Fölé. 3 perc hosszabbítás következik, végre mi is jövünk bedobással. Backboard. Elalucci. Gyönyörű labda Braftnak. Gyerünk, Braf! Hát nem. Még mindig nem. Lampruvéd. Lampru kiugrítása után 10 másodperc van hátra a játékidőből. Felévelés Bújtink Davidnek. Ezt le kéne. Ez az. Gyönyörű. Meg is van. Meg is van. Nas Breda. Vitesz. 2-1. 20 lövés, 14 kapura, 2 gól, náluk 13 lövés, 4 kapura, 1 gól. Ezon, hogy megszerezte 25. gólját a karrierje során, és ennyi, ami minket érint. A lényeg, hogy Sidney van Hooydonk lett a meccs legjobb, 8,4-es osztályzattal. Ezt még azért megnézem, hogy ezon, hogy 8,2-t kapott, tehát csak egy picivel maradt le a man of the match, vagy player of the match awardról. 3 pont megvan, hazai pályán győztünk. Nincs is kérdés. Tökéletes morálja lett Sidney van Hooydonnak attól, hogy a mester elmondta neki, nagyon jól játszott, és eredményesen az előző mérkőzésen csak így tovább. Minden csapat lejátszott a mérkőzéseit a 10. fordulóban, így 10 mérkőzés után 9. helyen vagyunk, ami bizakodásra adhat okot. Annak ellenére, hogy a mérkőzéseink felét elveszítettük, de a másik felét vagy nyertük, vagy egy darab döntetlent értünk el. A mínusz 9-es gólkülönbség azt jelzi, hogy amikor kikapunk, akkor azért szeretünk nagyon kikapni. 0-3-0-3, 2-4-2-4, 0-3. Amikor megnyerünk, akkor nem nyerünk nagyon. 2-1-1-0, 2-1-1-0. Tehát igen, mindegy, a győzelem az úgy győzelem. 3 pont az 3 pont, szóval nem kell magyarázkodni. Lényeg, hogy 13 ponttal ott vagyunk a 9. helyen. Jól indítjuk a szezont. Még a mester is meglepődött azon, hogy milyen jól játszottak a fiúk az előző meccsen. A következő meccsen viszont 6 nap múlva a PSV Eindhoven ellen lesz mit bizonyítani. Eljött a mérkőzés napja, amire mindannyian vártunk. Nats Breda, PSV Eindhoven. A 9. a lista vezető ellen hazai pályán fogadjuk az Eindhovent, egy újabb brabanci derbi. Mikor, ha nem most. Idegenbeli mezét, a zöldet viseli majd az Eindhoven. 2-5-höz, hogy ők nyernek, tízszeresen ők az esélyesek. Kiváló formában 4 győzelem után egy döntetlennel érkeznek hozzánk. Mi pedig folyamatosan hol nyerünk, hol veszítünk. Szerencsére 3-2 arányban nyertünk a vereségekkel szemben. Jeffrey Bruma nem tud játszani a törött lábúja miatt, és hát ugye emlékezetes volt, amikor tavaly sikerült 1-0-ra legyőznünk az Eindhovent, és amivel visszavágom, persze rommá vertek minket, ugye, de ettől függetlenül a hazai pályán, mint ahogy most is teltház előtt 19.000 nézőt jelent mindez. Megpróbáljuk ismét a Dávid kontra Gólját hadműveletet, és a következő felállással, a 4-2-3-1-jel kicsit meglepni őket. Lumley, Backboard, Schaefer, Robinson, Madsen került vissza a csapatba, Duarte, Bernabé, Hoy, Dogan, Braf és Van Hooydonk, a cserepadra pedig oda került Venema, és ott van most Kali is. Kezdődik az összecsapás az említett zöld mezben. A PSV Eindhoven, mi pedig a szokott sárga-feketében. Szabadrugás Dogentől, 16-os oldaláról, Schaefer, és begurul! Hát begurul, Adria Bernabé bekerült a kezdőbe, és belövi első gólját.
egy perc sem kellett ahhoz, hogy túljárjunk Unner Staleszén, aki már 1000 éve nem kapott gólt. Mondjuk azért volt itt minden. Mindegy, vezetünk, ez itt a lényeg. A 4. percben már 4 lövésünk van, egy ment kapura, és az egy gól is lett. Ennyi. Szerintem mind a 4 lövés az, ami ott a kapu előtt történt össze-vissza, de ez nem baj. 1-0 ide. Doan, Gutierrez, Dumfries. Mátszen lépett oda egy kicsit, hogy megzavarja. Jimi Hendrix, Csoda Turmix, Schäfer fejeli ki, Gakpo, leadja, és hát Bernabé tisztelt. Backboard bedobása, Hoy, visszarúgja egész Robinsonig, kimegy a szélre Mátszennek. Hát a túloldalra elzom, Hoy, Duarte, Hoy! És hát jó volt az elgondolás, de Unner Stale ott volt a röviden. Az egy perc hosszabbítás leteltével Adria Bernabé első percben szerzett góljával 1-0 ide. Indulhat tehát a másik fél idő, ezúttal mi kezdjük. Robinsonhoz kerül hátra a labda, Schäferrel passzolgat, egy kicsit meg hátra a láminak. Szöglet, Duarte. Kifejelik, Schäfer, kiadhatná még inkább, beadja, Dogan lövése pattanna a védelemről. Gakpo, szépen veszük el tőle a labdát, nem tudjuk indítani Van Hooydonkot a leshatáron, csak most már kilép Baumgartl mögül, lő, és mellé! Milyen kár, pedig nagyon szép labdát kapott. Lukasennek kiürítás. Szélre Dumfries, Doan sorrend, ahogy szokták. Cope Mainers, eddig őt nem vonták be annyira a játékba, de most igen. Dykes. Dogan mellett bead, Doan tök üresen jön. És befejezi a rövidbe. 1-1. Kár érte. Kicsit jobban is megszorongathattuk volna mindkét embert, nem is fejes volt, hanem kapáslövés. A kapus nem érhetett át arra az oldalra, úgyhogy itt a védelemnek kellett volna ezt megoldani, ami sajnos nem történt meg. Taktikai változtatás következik. Anuar Karit sikerül szépen motiválnia a mesternek. Az a helyzet, hogy enyhe időhúzásra azért kell, hogy beálljunk, hiszen mégiscsak a PSV Eindhoven ellen szeretnénk legalább az egy pontot megtartani, ha már ilyen szerencsésen megszereztük a vezetést az első percben. Doan, Söntjens, ki a szélre Antonisnak, két friss ember játszik össze, Dykes, behátrál a védőnk, nem rúgja föl, gyönyörű védekezés. Madsen, az kellett ez a fejes, mint egy falat kenyér. Ezon Hoy, jobb szélen, beadja inkább Dogennek, visszakapja. Hát ez lepattant, ez nem jó, Lukasen indíthat, de nincs ott senki. Csak megszokásból lőtte arra, mert szokott lenni valaki edzésen. Van Hooydonk! Sydney Van Hooydonk! Ezt nézzük meg, ez valami parádésnak tűnik. 10 perccel a mérkőzés vége előtt Robinson. Egy előreívelés, Van Hooydonk kilép és átfejeli a kilépő kapus fölött. 2-1. A közönség tombol, énekelnek. Elképesztő hangulat van. Hopman, Hendrix, Antonis, kapufa Romero-tól. Most viszont már teljes mértékben húzni kell az időt, hiszen kevesebb mint 10 perc van hátra a mérkőzésből, és vezetünk 2-1-re a PSV Eindhoven ellen. Van Hooydonk felé a kiugratás, majdnem ne tudja úgy venni, hogy jó legyen, Baumgartl adja haza, Unner Stale. Baumgartl indítja a jobb szélen Dumfries-t. Hopman elveszi az ember mellett, Doan.
csak gurítani tudja, Lamlinak ez. Semmiség. Nem jön össze, nem találták el a kaput. 92. perc backboard. Kifejelik, szöglettel jöhetünk. Nem tudom, mi történt itt, de mindegy is, Bernabénál van a labda. 94. perc, az utolsó perc kezdődik. Bráv, jól adja be fenn Hajdonk felé. Ez ugye hazaadás volt, tehát nem lehetett megfogni, ezért Unerstál kirúgta a pályáról. Ezzel elszeszülünk egy kis időt. Mátszen bedobás előtt jól meggondolja, hogy vajon kinek kéne dobni a labdát. Dogen kapja végül. Visszakapja fenn Hajdonk felé. Fenn Hajdonk vesen volt egyébként. Amíg a készülődés megtörténik, letelik a 4 perc hosszabbítás. Sporttárs az óra. Sporttárs az óra. Megvan! Megvan! Két szezon, két győzelem. A PSV Eindhoven ellen. A második brabanci derbit is megnyerjük, ami azt jelenti, hogy a mérkőzés előtt listavezető PSV Eindhovent és tavalyi bajnokot legyőztük, a címvédőt, a PSV Eindhovent megint, nem kis góllal a végén. Ez csodálatos volt, ezt nézzük meg még egyszer. Robinson előreível, Fenn Hajdonk átfejeli a kapust és gól. Micsoda, micsoda. Elképesztő. Szini Fenn Hajdonk a mérkőzés legjobbja 8,0-val. Andrea Bernabé 7-6 gólszerző. És egyedül fáradt Duarte-t kellett lehozni, hát mindenki elfáradt, de kit érdekel? Megnyertük a PSV Eindhoven elleni meccset. Hihetetlen. Hihetetlen, de igaz. A PSV Eindhoven 11 mérkőzésből egyet veszített el ellenünk. Sikerült megint legyőzni a PSV Eindhovent. 2-1-re ezúttal, most nem 1-0-ra. 2 teljesen megérdemelt góllal. Már az első percben hideg zuhannyal sikerült fogadni őket, majd a 81. percben befejelte Sidney Fenn Hajdonk a győztes gólt. És hát igazándiból 16 pontunk van, 8. helyen állunk 11 mérkőzés után, 5 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, egész kiegyenített eddig, amit művelünk. A NAC győzelemeskedik a brabanci derbin, ahogy azt már említettem volt. Minden elvárás fölött teljesítünk ebben a szezonban, és 8. helyen állunk. A legutóbbi 5 hazai mérkőzésből 4-et megnyertünk, szóval vigyázzon mindenki, aki erre jön. Faber, az ellenfél edzője, nem annyira örült annak, hogy hogy állt ehhez a meccshez a csapata. Hát igen. A mester szerint, mint Faber szerint, a játékosai nem azt csinálták, amire kérte őket, és hát valószínű, hogy bőven fán dolgom mester elhúzta a mézes madzagot egy kicsit a fiúk előtt, mármint a PSV-s fiúk előtt, amikor azt mondta, hogy fú, de jók ezek a srácok, és hát izgulunk egy kicsit a meccs előtt, és hasonlók, elbízták magukat, és meg is lett az eredménye. Fenn Hajdonk ismét betalált, ismét ő lett a meccs legjobb, 1 gól, 1 assziszt. Én nem tudom, mit csinál ez a fiú, de egyszerűen perfect a morálja. Úgyhogy fantasztikus, ennél följebb már nem mehet. Tehát ez valami hihetetlen, de azért megdicsérte a mester, hiszen mégiscsak gólt szerzett a PSV Eindhovennek, nem plusz volt egy asszisztja, meccs legjobbja cím, minden, ami kell. Tehát a mai napon láthattuk azt, hogy kikapunk 3-0-ra az NEC-től, ami azért egy eléggé nagy lábonlövés volt, ha lehet így fogalmazni, de ha megkérdezték volna, hogy mi a fontosabb, hogy a NEC ellen nyerjünk, vagy a PSV Eindhoven ellen, azt mondtam volna, legyen a PSV Eindhoven, ez mégiscsak kellemesebb emlék, és megvertük a Vitesst is, és az Eindhovent is 2-1-re hazai pályán. Az egyetlen meccsünk, amit nem nyertünk meg otthon, az a Fortuna Sittard elleni döntetlen, az egyetlen döntetlenünk a bajnokságban. A következő bejelentkezésünkkor pedig az első fordulóját láthatjuk a kupának, ahol a Terléde amatőr csapatát fogadjuk majd, és hozzájuk látogatunk elnézést, annyira már itt mindenhol hazai meccsek voltak, majd pedig jön hozzánk az Adó Den Haag,
október 30-án az utolsó októberi meccsen, 3 nappal később pedig már a Groningenhez látogatunk, ahonnan 4 nappal később megyünk tovább a Héraklészhoz, szóval lesz itt még tennivaló. Ott konkrétan egy héten belül 3 mérkőzésünk is lesz, az úgy izgalmas. Nos jó, de a lényeg a jó felső sarokban látható. Nazbreda, PSV Eindhoven 2-1. Ezzel a csodálatos hírrel búcsúzom innen. A következő epizódban találkozunk, addig is jó játékot, jó szórakozást mindenkinek. Hajrá Breda, hajrá Bövenfán Dógom, és hajrá kis csapatok. Viszlát!